motokvíz útvonala nagyjából teljes hosszában a Pilis területén fog maradni, de nagyon sok szép, kellemes, kanyargós út lesz benne, mint például ez is. Gyönyörű a környezet, és hál' Istennek nem egyenes a vonalvezetés sem. De azért nagyon igyekeztem úgy megtervezni az útvonalat, hogy jó kis keskeny, klasszis zergebaszta útból legyen minél több. Ráadásul, ha megnézitek, ez például egy patika minőségű. És ráadásul nem egyszerűen kanyargós. Jó, hát pici murva van ott a belső íven, de azzal nem kell foglalkozni, csak azzal, hogy nem egyenesen megyünk, hanem kanyarodik az út, meg jön szembe a Peugeot kis teher. Ó, meg az Iveco kis teher. Meg még egy. Pedig most is szombat van, ezek szerint itt élénk a mozgás. Majd tessék figyelni! De természetesen lesznek azért az útvonalban, ha már itt vagyunk ezen a környéken, akkor igazán klasszikus és jól ismert szakaszok is. Ezt azt hiszem, hogy nem kell bemutatni. Cserébe mindenki jól ki tudja találni, hogy éppen most merre járok. Jaj, rámentem a karikákra! Ez is egy nagyon sokak által rendszeresen látogatott és jól ismert terület. Direkt úgy kapcsoltam be a kamerát, hogy ami nagyon elárulná, hogy most éppen mit hagytam a hátam mögött, azt már ne lássátok. Mondjuk az tény, hogy az útburkolat az helyenként hagy egy icipici kivennivalót maga után. De hát belföldön vagyunk, ezzel együtt kell élni. Viszont meg lehet nyugodni, ilyen nem lesz az útvonalban. Tehát senki ne ijedjen meg. Csak lejöttem pisilni az aszfaltról. Innentől megyünk tovább abba az irányba. Ha-ha-ha. Na de azért nem kell majd mindenhol sírni az aszfalt minősége miatt. Tessék parancsolni. Lesz ilyen is. Hát ezek a legjobbak. Nem tudsz ideális ívet venni, mert mész a kanyarba az útnak szigorúan a jobb szélén, de látjátok, azért itt még a kátyúra is oda kell figyelni, de ezzel együtt igazából nem dobál. Minden úthibát eddig simán ki tudtam kerülni, és baromi szép helyen jön ez a szakasz is. Itt 160, azt hiszem 3 kilométer az egész útvonal. Nagyon változatos, nagyon szép tájakon fut. Hát van benne ratyi minőségű út, talán egy 20-25 kilométer lehet, ami gyengébb, vagy inkább úgy mondom, hogy gyenge aszfalt, a többi az olyan átlag magyar, vagy kimondottan jó. De nagyon sok a kanyar, nagyon szép a táj, és egy nagyon jó út fogunk motorozni, vagyis hát fogtok motorozni. Én majd még jövő héten az itiner ellenőrzésen megyek, aztán április 30-án a motokvízen már csak azok, akik neveznek, és hát azt konkrétan
holnap estig, vagyis húsvét vasárnap éjfélig lehet, mert hogy húsvét hétfőn én szépen összesítem a jelentkezéseket, elindítom a pólók gyártását, a motokvíz emlékpólók gyártását, és akkor onnantól már le van zárva a regisztráció, 100 motor körüli vélhetőleg lesz a mezőny. Reméljük, hogy szép idő lesz, úgyhogy most még itt az utolsó last minute pillanat lehet még regisztrálni. Hajrá, hajrá, találkozzunk április legvégén, és guruljátok ti is végig ezt a gyönyörűséges pilisi kanyart.